Köszöntöm nézőinket! A híradót látják itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban 2013. január 28-án 19 órakor. Híreink röviden. Készülés a nagynapra. Esküvői kiállítás a Flashben. Új szakma képzése indul. Fröccsöntőket képeznek a Hunyadiban. Kereszt fél éves képzés. Meghúzták a mesterszakok pontjait. Nagy előkészületekkel jár egy esküvői ceremónia megszervezése. Ebben segített minden évben az esküvői kiállítás, amelyet hatodik alkalommal rendeztek meg a Flash Károly Kulturális Központban. Az érdeklődők ezeken a napokon kipróbálhattak többek között mennyasszonyi sminkeket, frizurákat, vőlegényeikkel választhattak gyűrűt, valamint vőfélyekkel ismerkedhettek meg. Színes dekoráció, jegygyűrűk, mennyasszonyi ruhák, fényképészek, valamint zenészek várták többek között az érdeklődőket a Flash Károly Kulturális Központba az esküvői kiállításra. Már hatodik alkalommal rendezzük meg Mosonmagyaróváron a Művelődési Központban az esküvői kiállítást, rengeteg kiállítónak a társaságában. Gyakorlatilag az esküvő minden kellékét meg lehet találni, a fotóstól, a vőfélyeken át, mennyasszonyi rukákig természetesen mindent meg lehet találni. De egy helyen meg lehet szervezni egy komplett esküvőt. Ezeken a napokon a hölgyek, profi fodrászok és kozmetikusok segítségével kipróbálhatnak különböző mennyasszonyi hajkölteményeket, valamint sminkeket. Utána akár több gyönyörű ruhát is megtekinthetnek, vagy kedvükre válogathatnak a virágcsokrokból. Párjaikkal kiválaszthatják a jegygyűrűt, és különböző tortákat is megkóstolhatnak. A megfelelő vőfét megtalálni sem egyszerű, nem beszélve a zenész kiválasztásáról. A szolgáltatóktól különböző tanácsokat, tippeket kaphatnak. Amitől különleges ez a kiállítás az az, hogy itt a kiállítók általában különös kedvezményekkel készülnek, és ugye személyesen tanácsokat tudnak adni az ifjú párnak. Így nagyon sok pénzt lehet megspórolni, hogyha mondjuk valaki itt a helyszínen szervezi meg a kiállításon az esküvőjét, mert ezeket a kedvezményeket, ha összeszámolják, akkor egy lagzi árában az egy jelentős összeget tesz ki. Idén először, vasárnap egy nem mindennapi meglepetéssel álltak elő a szervezők. Rengeteg amatőr jelentkező modellnek a segítségével lesz egy nagyszabású divat bemutató, ami egyben egy kisebb színházi előadást is jelent egyben, és erre nagyon sok embert várunk, mert egy rendkívül jópofa és egy hagyományindító előadás lesz ez. Gyakorlatilag egy kisebb esküvőt fogunk megrendezni többi jelenetben, és ebben a vendégek fogják a násznép szerepét játszani. Szívem kívánságát szép szavakba öntöm, és ezzel is az ifjú párt köszöntöm. Kívánom, életük legyen hosszú, boldog, áldott, és kívánom, ne bánják meg ezt a házasságot. Él az ifjú párt! Az esküvői kiállítás több szempontból is segítséget nyújt a házasodni készülő pároknak. Tapasztalatokat és ötleteket gyűjthetnek, hogy az a bizonyos nagy nap tökéletes legyen nekik és a vendégeiknek is. Ez az első alkalom, hát lehetőségünk van mindent körülnézni, mi lenne optimálisabb az esküvőnk szempontjából. A hangulat azt gondolom, hogy az esküvőt nagyon jól tükrözi, hogyha sikerül itt körülnéznie valakinek, akkor biztos, hogy elfogja ez az esküvői láz, ez az esküvői hangulat, mert nagyon jó a hangulat, nagyon jó a zenészeink is itt próbálják az esküvői hangulatot még élőbbé tenni, és én azt gondolom, hogy tényleg minden ifjú pár, aki esküvőre készül, az ne hagyja ki ezt a lehetőséget, hogy eljöjjön. Nem csak azért, mert rengeteg pénzt tudnak spórolni, hanem azért, mert rengeteg új ötletet kapnak itt a kiállításon. A kereskedelmi és iparkamarák egyik fontos feladata, hogy segítséget nyújtsanak a szakképzés kialakításában. Az igényeket felmérve egy új szakma képzését indítják el a Hunyadi Mátyás szakképzői szakiskolában 2013. szeptemberétől. Fiúk és lányok jelentkezését is várják a műanyagfeldolgozó szakmára. A kereskedelmi és iparkamarák egyik fontos feladata a szakképzés koordinálása, segítése. A megyei kamara tavaly például az autószerelő képzés segítette két németországi teherautó tanmotor beszerzésével. Idén egy szakma elindulását segíti a Győr-Moson-Sopron megyei kereskedelmi és iparkamara térségi tagozata, ajánlva a megyében egyedülálló képzést a nyolcadikosoknak. Győr-Moson-Sopron megyében, de Mosonmagyaróváron és környékén is több olyan vállalat működik, amely autógyártó cégeknek készít műanyagalkatrészeket.
A fröccsöntő eljárások ugyan automatizáltak, de szakemberek munkájára is szükségük van az üzemeknek. A vállalatok szakemberigényét felismerve a Moson-Magyaróvári Hunyadi Mátyás Szakképző és Szakiskola új szakmát indít. Ajánlom mindenkinek ezt a munkát, aki szereti a tiszta munkakörülményeket, a precíz, ciklikusan ismétlődő munkát és van kézügyessége. A három műszakos munkarendhez állóképességgel rendelkezik, jó a kommunikációs készsége és kedve van a csapatmunkához. A leendő munkahelyet biztosító nemzetközi cégek világszínvonalú termékeket gyártanak és egy dinamikus csapatban tellek a munkanapok. A munkahelyeken lehetőség van egy nemzetközi csapat részeként fejlődni, hasznosítani és fejleszteni a nyelvtudást. Az elmúlt évtizedekben jelentősen megváltoztak a gyárakban a munkakörülmények. Sokkal tisztábbak az üzemek, többségében nem kell attól tartani, hogy könnyékig olajos lesz a dolgozó a műszak végére. A műanyag feldolgozó gépek mellett végzett munka automatizált, számítógépek vezérlik a gyártást, robotok szedik ki az alkatrészeket és rakják a szállítószalagra. Az alkatrészek nagyon tiszták, és a minőség ellenőrzés követően kell csomagolni, szállításra előkészíteni a készterméket. A leendő műanyag feldolgozók munkáját szakemberek segítik. A technológus beállítja a gépet, megmutatja, hogyan kell a számítógépet kezelni. A szerszámos, a karbantartó segít az üzemzavarok elhárításában. A feldolgozóknak a műanyagot kell ismerni, és a gyártás és a feldolgozási folyamatot elsajátítva részesei lehetnek egy új termék születésének. A szakmai gyakorlat megszerzése után lehetőség van továbbfejlődni, és egy magasabb végzettséget is elérni. A térség üzemeiben különféle műanyag termékeket állítanak elő. János Somorján is több autógyártó cégnek szállítanak itt készült alkatrészeket. Ezt a terméket a kezemben a Volkswagennek gyártjuk, ez egy hajtóműfedél. Korábban azt a terméket alumíniumból gyártották, ezt váltottuk ki műanyaggal. Sokkal olcsóbb így a gyártása, és könnyebb is ezáltal a hajtómű. A vállalatvezetők szerint sokkal hatékonyabb a munka, ha valaki például anyagismerettel is rendelkezik, ráadásul ez a fizetésében is meglátszik. A szakmai végzettséggel rendelkezők magasabb bérbesorolásban részesülnek, mint akiket betanított munkásként alkalmaznak. A múlt hétvégén meghatározták a keresztfél évkor induló szakok ponthatárait. Azokat, akik a felvételi eljárásban megadták elérhetőségüket, már értesítették pontjaikról, valamint arról, hogy sikeres volt-e számukra az eljárás. A Nyugat-Magyarországi Egyetem mezőgazdasági és élelmiszertudományi karán több szakot is meghirdettek. A telefonvonal túlsó végén Szakál Pál, a helyi kar oktatási dékán helyettese. Tavaly jó évhez képest az idén is ugyanúgy tudtuk biztosítani azokat a lehetőségeket. Tehát magyarul azt jelenti, hogy ugyanannyi diákot vettünk fel, mint a tavalyi keresztfél éves eljárásban. Kimondottan fontos számunkra az, hogy az agrármérnöki MSZT képzésben, a növényorvosi MSZT képzésben, valamint a környezetgazdálkodási MSZT képzésben nagyon jól szerepeltünk. A felvett hallgatói létszám meghaladta a tavalyi keretet, amit felvettünk a tavalyi évben. Kimondottan a környezetgazdálkodási képzésben értünk el, eredményt, mint az országosan felvehetőknek legnagyobb hányadát Óváron vettük fel. És milyen híre van Óvárnak? Honnan jelentkeztek a keresztfél éves képzésre? Nem csak az Óváron végzett diákok kerültek felvételre a keresztfél éves eljárásba, hanem az ország minden területéről jelentkeztek hozzánk, de nem csak az ország területeiről, hanem a határon kívüli magyarokat is sikerült így vajdaságig felvenni, és természetesen felvidéki hallgatók is kerültek be nagy létszámban. Február 28-a után már a Magyar Nemzeti Bankban sem válthatók be az 1 és 2 forintosok. A 2008. március 1-én kivont érméket 5 évig lehetett beváltani az MNB budapesti lakossági pénztárában, illetve néhány kereskedelmi banknál, valamint a kijelölt postahivatalokban. Éves szinten 3-4 milliárd forintot takarít meg a népgazdaság az érmek kivonásával. Egyes vélemények szerint akár 2 milliárd forintnyi 1 és 2 forintos lehet még a lakosságnál. Az elmúlt hétvégén rendezték meg a 8. Horváth Ferenc emléktornát az Alkufer kupáért a győri magvasi sportcsarnokban. A teremlabdarúgó tornán a Futura Moson-Magyaróvár a papírformát borítva az előkelő 4. helyen végzett. A szombati csoportmérkőzések sikerei után a felsőházba jutottak, ahol tovább remekeltek. A döntőről végül csak a rosszabb gólkülönbségük miatt maradtak le Tiba Zoltán tanítványai.
A harmadik helyért játszott helyosztón a rendes játékidőben döntetlent értek el a csapatok. A büntetőrúgásokat végül az MB2-es Veszprém nyerte, így a Futura Mosonmagyaróvár végül leszorult a dobogóról. Az Alkufer kupát a Gyirmót FC Győr csapata nyerte, a miénk pedig a gyirmóti részönkormányzat külön díjával lettek gazdagabbak. A tavaszi felkészülés következő állomása most szombaton lesz, délután 2-től Lipóton, ahol a Ménfőcsarnak ellen játszanak a fiúk edzőmérkőzést. A hétvégi teljesítményt Tiba Zoltán vezetőedző értékelte. A munkából mentünk a tornára, tehát külön nem készültünk a terembajnokságra. Szombaton voltak a csapatküzdelmek, itt a tornától vereséget szenvedtünk 3-2-re, első meccsünk volt, bele kellett kicsit rázódni a teremfutballba. Azután megvertük a Győrfemerét, aztán a Tatabány elleni döntetlennel azt jelentett, hogy felső ágra kerültünk. Vasárnap voltak a középdöntők, két győzelem, legyőztük a Puskásokat, Éliát, aki első a MB2-ben, illetve a Mérfőcsanapnak, aki 3 ponttal jutott a középdöntőbe, és ugye sajnos egy rúgott góllal kevesebbünk volt, mint a Tatabányának, így a harmadik helyet játszhattunk, itt a Veszprémben 0-0, és büntetőkkel alul maradtunk, ez végig negyedik helyen végeztünk. Hát igazából inkább egy kicsit felpörgette, hiszen megszakítottuk a kinti edzéseket, volt egy kis sikerélmény a srácoknak a győzelmekkel, tehát egy kicsit így megerősödtünk a felkészülés további részére. Kedves nézőink, ez volt a híradó itt, a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban. A mai hírhátérben Szilágyi János, a Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjével beszélgetünk. Ezt követően egy új műsorral jelentkezünk. Pro és kontra címmel két politikus lesz a stúdió vendégünk. Első alkalommal Nagy István polgármester, valamint Kovács Tamás önkormányzati képviselő. Friss híradót január 29-én kedden este 7 órakor láthatnak legközelebb. Kövessenek minket a Facebookon is. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!